Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Igen, kicsit meg vagyok fázva, no para, úgyhogy jöjjön Warframe Sanctuary Tenova. Mi az Isten nyila az a Sanctuary Tenova? Nos, most itt rögtön az elején megjegyzem, amit láthattok itt, ez post, tehát bármint patch előtt készült, sajnos, ahol még benne volt az a bug, hogy halhatatlan lesz, de ettől független, amit láthatok itt, működik, szóval nem minden pályán voltam halhatatlan, úgyhogy teljes mértékben helytáll a dolog. Na, jó van, mi az Isten nyila az a Tenova, és már előre leszögezem, hogy Zenuric Master Race Forever. Na szóval, srácok, a Tenova egy olyan kombináció, mondjuk úgy, ahol a Tenó az aktív részese a harcnak. Amint a bejött a Plains of Eldalon frissítés, azóta én úgy gondolom, hogy a Tenók a Warframe-ben végre valami hasznuk van. Kicsit erősebbé tették őket, és az átdolgozott fókusz iskolákkal mostanra már a Tenók aktív részesei a Warframe-nek. Mármint a Warframe harcrendszerének. Persze, fölösleges is egy adott szempontból használni, a passzív képességek, amiket nyújtanak, hasznosak, de nem egy életfunkció, mivel hogy a sok Warframe között, ami benne van már a játékban, találsz egy olyat, ami fókusziskolák semmi nélkül, semmi kihúzás is nélkül egy teljes játékélményt tud nyújtani. Viszont, ha már ott vannak, szeretnék egy olyan játékos lenni, aki aktívan használja a tenókat ebben a harcrendszerben, és egyre inkább, ahogy húzza ki az ember a fókusziskolákat, ahogy húzom ki a fókusziskolákat, arra jövök rá, hogy milyen szint összeépül és összedolgozik a Tenó a Warframe-mel, és milyen sok lehetőség van benne. És igen, úgy gondolom, hogy a Zenuric a legtöbb és legáltalánosabb játékmódokban az egyik, tehát tulajdonképpen talán, az egy, tehát, talán a legjobb fókusziskola erre a dologra. Mint ahogy ugye a Madurá és a Void Strike passzívja a legjobb Eidolonhájtra, Endolonhájtra, Unario viszfje is teljesen be tud segíteni a damage-be, de a Zenuricnak van egy-két olyan képessége, ami rettenetmód ráseg, és speciál ennél a buildnél, a Tenovánál, mert hogy olyan szinten jól összedolgozik a Nova képességeivel, hogy nagyon effektívé tudja tenni. És ugye legyünk őszintén, azért a Warframe-ben vannak Warframe-ek, amelyek csapatszinten, mint a Nova is, iszonyatosan hasznosak, vagy mint a WoW-ban, vagy bármelyik, iszonyatosan hasznosak, és szinte elengedhetetlenek egy-két szituációban, ám mégis, mikor arra kerül a sor, hogy élvezzük azt a Warframe-et, de szólóban kéne vinni, más valamit fogunk választani, valami endurance-ebb, valami tankosabbat, valami több damage-eset, és a Nova bár annak ellenére, hogy pusztító ereje van az ultia által, mégis mellézzük mondjuk egy Sarin kedvéért, mert hogy a Sarinnal kevesebbet kell dolgozni. Na minden esetre igyekeztem a Novára csinálni itt a Sanctuary Onslaught-ra egy buildet, ami fent tudja tartani a simán legalábbis, mert legyünk őszinték, tehát a Sanctuary Onslaught nem az a játék volt, ami szólóra készült, hogy őszinte legyek, úgyhogy, de viszont a simát azt le lehet szólózni egy ilyen 10 wave-ig maxi, tehát 8 és 10 wave között a legutóbbi frissítés után a 10. wave-től konkrétabban lényegesen gyorsabban esik az effektivitás, úgyhogy szólóban meh fenntartani ezt a bizonyos effektivitás. Ez a legutóbbi frissítés óta, mert azért meg lehet killodni. És természetesen a játék is teljes mértékben meg tud szivatni, mert hogyha kifogsz egy magasabb wave-nél egy olyan pályát, ami túl nagy annak az esetleges warframe-ednek, akkor szívtan legyen az damage-es, nem damage-es warframe, a túl nagy pálya effektivitás szempontjából szólóban eléggé macera tud lenni. Na most a lényeg, amit itt be akartam vezetni, vagy csinálni, az, hogy hogyan tudom szólóban a legtöbb ideig, de minimum 8 évig fenntartani az effektivitást olyan Warframe-mel, amit nem arra terveztek, hogy fenntartsa az effektivitást. Van itt még egy videóm, lesz még egy videóm egy Zephyrről, egy WoW-ról, és nagyon-nagyon szívesen várok tőletek javaslatokat olyan Warframe-ekre, amelyek nem arra vannak kitalálva, hogy über damage-re nyomják a pályát, és igen, itt gondolok a linkesétire is, tehát ha van ötletem,
mely Warframe-et szeretnétek látni? Mondom, van már egy Zephyr-em, és van már egy Vóbanom ezen kívül. Ha bármelyik Warframe-et látok, akkor igyekszek kitalálni rájuk egy olyan buildet, és lehet tőleg, hogyha egy mód van rá, akkor bevonni a tenót is a harcba, és elmenni egy minimum 8-9 vévet, amennyire fel tudom tartani az effektivitást, és akkor utána ezt bemutatni nektek. A célom az lenne, hogy a frissítés után bejött a tenokkal való harcrendszer, és tényleg egy jó kapcsolatot csinálnak az egyes Warframe-ekkel, és ugye itt, amit elérni szeretnék, az lenne ugye, hogy a Nova Ulti mennyire tud együttműködni a tenóknak a képességeivel. És a Zenorikot azért vélem kifejezetten hasznosnak, mivel van neki egy olyan képessége, ami összehúzza az enemiket egy bizonyos range-en belül, és azokat az enemiket egymás felé húzza. Na most, van neki ugye DPS-e is annak a Zenoriknak, nem csak a Zenoriknak, bármelyik iskolával működhet ez, csak úgy gondolom, hogy a Zenorik effektívebb, mint a többi, de mindegyikkel működik című történet. Szóval összehúzza az enemiket, azon kívül ugye az áram, amit ki tud bocsájtani magából a Zenurik iskola, megrázza az enemiket, felrobbannak, és ez ugye, hát ahogy működik a Nova Ultinál, egy ilyen láncban végig robbantja az egész pályát, és ez elképesztően effektíven működik a Nova esetében, úgyhogy ez lenne az elmélet, ugye elultizol, kijössz a tenóval, és végig deselsz azon részeken, ahol úgy látod, hogy enemy van, és még igazából teljes mértékben végig sem kell deselned, mert egyszerűen a robbanási effektus felemészti a pályát, hogy így mondjam, és arra fókuszáltam, hogy ez nagyobb terjedelemben működjen ez a robbanási effektus, úgyhogy majd meglátjátok, a buildemben van egy stretch, ami ráerősít a robbanásnak a ható sugarára, és ezáltal fenntartani a pályát. Hogy ez egy normális Survivor-ra mennyire működik, nem tudom, ki kell próbálni. Sanctuary-re készült ez a build, hogy őszintén, tehát Onslaught, Sanctuary Onslaught-ra készült maga a build, mivel hogy ott az enemik azért életszinten le vannak egy kicsit gyengítve, úgyhogy mindig el fogod érni ezt a hatást, hogy tudjál ölni. Azért arra készítettük fel, hogy a 15. wave-nél már ilyen 150-es az enemik, szóval ott azért macerával fogsz dolgozni, mint Tenóval, mint Novával, viszont ami a fantasztikus benne, hogy a Nova túlélési képességei emiatt sokkal nagyobbak, mivel hogy annyira kell bent legyél a Novában, a Tenóval, amennyire elnyomod az ultit, és max megnyomod a kettes képességet, ha szeretnéd, de nem muszáj. Elultizol és kijössz tenóval, és onnantól kezdve a dash miatt nem feltétlenül tudnak megölni a mobok, és te végig tudsz dashelni rajtuk, összehúzni őket, amennyire csak lehet, egy nagyobb robbanási, erősebb robbanási effektust kiváltani ebből az egészből, és ezáltal végig tarolni a pályát. Elképesztő módon működik Infested ellen, szóval tulajdonképpen egy Infested Survivor-re, ha kerül a sor, akkor én tudom ajánlani ezt a buildet. A 8. wave-nél fingom sincs, hogy hányos enemik jönnek már, de amint láthatátok, hogy addig nagyjából és valószínűleg egy normális játék módban is teljes mértékben működőképes lehet ez a build. Na jó, srácok, nagyon nem húznám az időtöket, ez lenne az a bizonyos Nova build, amit kitaláltam, és mixelve a Zenuriknak a képességével, amit hamarosan azt is meg fogok mutatni. Nos, amint láthatjátok, mondhatnék kicsit hagyományos build is abban a szempontból, 100%-os erővel futok, mivel nem feltétlenül akarom őket lelassítani, de viszont szeretném azt a bizonyos robbanási erőt. A stretch azért tartom lényegesnek, mivel hogy ultiához nem kell ahhoz, hogy milyen széles körben terjed ki, viszont a robbanási effektushoz, amit az ultiával csinál, ahhoz jól jön. Mivel hogy van neki egy explosion range-e, és azt szeretném, ha minél előbb legyen. Próbáltam nagyobb range-el is ezt az ultit, de úgy vettem észre, hogy bőven elég egy stretch-el, hogy őszinte legyek.
Mert az a 17 méter a Warframe világával elég nagynak számít. Az Energy Siphon és a Xenoric iskola természetesen segít abban, hogy szinte folyamatosan legyen energiám, ezt majd végül is láttátok a videóban. E kis Vitality időre ráfókuszálva, effektivitásra és természetesen arra bizonyos range-re ráfókuszálva, nagyon szimpla, de nagyon jól összhangban működik a Xenoric iskolával, és a Xenoriknál a képességek, hát eléggé ki kell legyen farmolva, hogy őszinte legyek, de ugye a Void Singularity az, ami összehúzza az enemiket, amint láthatjátok, azért überre nem kell legyen kifarmolva, de minél nagyobb a szélesség természetesen annál nagyobb. A Voltaic Blast, Temporal Blast nem rossz dolgok, hogy őszinte legyek, és Energizing Dash az energiafeltöltés miatt ott kell, hogy legyen, és itt van egy dolog, ami a Lightning Dash, ami nagyon hasznos tud lenni. Ez konkrétan ugye egy ilyen kis ilyen villámgömböt hagy maga után a Tenno, és az folyamatosan damage-el, szóval a Voltaic Blast és a Lightning Dash ketten együtt nagyon jó damage-et képesek leadni, és hogy is mondjam, rá segíteni arra Tennova ultiára, szóval a Novának az ultiára ez a kettő képesség, ami igazán rá tud segíteni arra a damage-re, és hogyha mondjuk elsőre nem öli meg őket a dash-ed, a Tennónak a dash-e, akkor ez a lightning dash, tehát még az a kis villámgömb, ami ott megy, az tovább damage-eli őket, hogy befejezze konkrétan a munkás. Amint látjátok, a Void Static, tehát még az is extra damage-et ad az iskolának, mert mint a Tennónak, és ezáltal jobban működik együtt. Bármelyik iskolával el tudod ezt játszani, mert mindegyiknek van egy fajta damage-e, viszont ami miatt én a Xenoricot szeretem, az a Void Singularity, és az nagyon hasznos tud lenni, hogy őszinték legyen még csapatszinten is. Srácok, ennyi lett volna a Tennova, remélem tetszett, egy fun build, nem arra készült, hogy überkedjél vele, de el lehet vele szórakozni, úgy gondolom a játékot tényleg szórakoztatóvá teszi, és kihívássá teszi, nem pedig egy ellustult, elmegyek és linkes trinitizem, illetve szarinozom című történetre, vagy éppen Equinox Ultizok című dologra. Szóval, ja, ennyi lett volna. Várlak titeket majd a Zephyr, illetve a WoW-ban videónál is. Addig is, ha tetszett a videó, dobj egy lájkot. Discord szerverünk a videó leírásában, bárki használhatja. Kérdésétek vannak itt a videó alatt, vagy Facebookon is megtaláltok. Köszönöm a figyelmet, sziasztok! Nos, amint láthatjátok, most egy kicsit hagyományos kérdés abban a szempontból, 100%-os erővel futok, mivel hogy nem feltétlenül akarom őket lelassítani, de viszont szeretném a bizonyos rontalási erőt. A stretch azért tartom lényegesnek, mivel hogy ultiához nem kell, és
And I did all for you, 'cause you wanted me to.